Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás december 14-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ami őt most gondolatban foglalkoztat, Ez a park, ami a képen látható. Ez utalhat a természetre, lehet, hogy amiatt, hogy most vannak ezek a korlátozások, hogy este nem lehet kimenni a természetbe, hogy ez a helyzet kihat rá, és elgondolkozik azon, mi lesz, hogyan tovább. Ennek a kártyának van szimbolikus jelentése is, és utal a nyilvánosságra. Valamit ki akar mutatni nyíltan, vagy akar érzelmekről beszélni, és lesz egy meghívás. A következő kártya mutatja az ő érzelmeit. A halak lelki dolgokra utalnak. Mély érzelmekre, belső értékre. Számára értékes ez a párkapcsolat. De a halak nem csak a belső értékeket és ezeket a lelki dolgokat mutatják, hanem az anyagiakat és a pénzügyi helyzetet. És ha így van, akkor az anyagi helyzete kihat jelenleg az érzelmeire. Én úgy mondanám, hogy mindkettő igaz, a lelki dolgok és az anyagiak is. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a kulcs azt is jelentheti, hogy ő nagyon magabiztos. Biztos a dolgában, hogy mindig kinyílik ez az ajtó, és jöhet, mehet. Ez a kártya utalhat arra is, hogy legyetek ti is magabiztosak, és van még egy jelentés ezzel a kulccsal, ki lehet nyitni egy ajtót, utal nyitottságra, és ezzel a kulccsal le lehet valamit zárni, vagy mutatja a zárkózottságot, attól függően, hogy mi a helyzet. Egyszer így, egyszer úgy. Legyetek diplomatikusak. És most jön egy lelki üzenet. Bízz a kreatív energiád erejében, és merülj el az érzéseid világában. Ez volt a napi üzenet, és nekem is van egy üzenetem. A Facebookon van két oldalam, Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici. És ott naponta olvashatjátok a napi energiát a maja naptár szerint. Azt is leírom, hogy mikor indul egy új hullám. Ez olyan, mint nálunk a hét, de ebben a maja naptárban ez 13 napig tart. Örülnék, ha felkeresnétek a Facebook oldalamon. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!